Sziasztok srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit! Nem telhet el úgy hét, hogy nem reagálunk valódi vagy nem valódi szellemes videókra. És mi azért vagyunk itt, hogy ezeket megfejtsük, hogy ezek igazak-e vagy sem. Én is elmondom a felvételekről a véleményemet, illetve ti is kommentbe általában leszoktátok írni, hogy szerint, hogy ti mit gondoltok a videókról. És ez szerintem most már minden héten lesz, ugyanis ez a Bizarre Bab nevű csatorna, ő is a heti rendszerességgel tölti fel, és így meg tudjuk nézni a újabbnál újabb videókat. Egyébként a leírásból ott lesz a csatornájának a linkje, csekkoljátok le mindenképp. Ezt egy nézője küldte be, egyedül volt otthon, és a saját hangja hívta őt. Na, ez érdekes. Kajak, valaki beszél. Boss? Főnök? Itt van a boss? Te vagy az főnök, igen. Bocsánat, akkor nem otthon van, hanem dolgozik. És kajak, mint a saját hangja lenne. Hát érdekes amúgy. Most nyilván több opció is van, hogy kamu. Hogy mit tudom én, felvette előre, hogy beszél, aztán lejátszotta egy hangszórón és berakta oda a fürdőszobába. De az is lehet, hogy tényleg egy démon, egy az ő rosszabbik énje, vagy nem tudom, valami ilyesmi beszél. Mindenesetre para. Tehát nem tudom, hogy reagálnék, hogyha a saját hangomat hallanám. Úgyhogy egyedül vagyok valahol. Úgyhogy hozzám beszél. Hát lehet beszarnék. Tehát a kutya elment sétálni, és ez idő alatt valami nagyon fura dolog történt. Na mi ez? Filmeztem a gyerekemet, és a kutyát, hogy játszanak, de ezután hirtelen a lányom látott valamit a építmények között. Micsoda? Tehát az épületeket kell nézni? Ott van valami. De mi? Igen. Mintha ott kajak elrepülne egy ember. Az nem hiszem, hogy madár. Az konkrétan ki lehet rajzolni, hogy ez egy ember. Csak homályos a felvétel, de ott van a lába, ott a térd, ott a combja, ott a feneke és ott a teste. És a gyerek is meglepődött. Szóval szerintem ott tényleg volt valami, ez nem nincs megjátszva, csak a kérdés az, hogy mi lehetett az. In the distance, there appears to be someone or something floating above ground. Igen, valami ott repül. Nem tudom, ti mit gondoltok erről, az mi lehet? Az ott tényleg egy szellem, vagy csak valami... Hát hogyha a gyerek is így észrevette, akkor elhiszem, hogy egy olyan mindennapi dolog lenne. Hogyha egy madár lenne, akkor azt hiszem, hogy odaizelt volna, mutatott volna, meglepődött volna. De nézzek, hogy hirtelen megállt a gyerek. Figyeljétek, hol van az eleje? Ott a kutya, filmezi a kutyát, a gyerek megy, és ott megállt. De kirázott most a hideg, asztalolt. Nem is az, hogy valaki zuhan, hanem siklik a levegőn. Hát nem tudom. Az biztos, hogy nem egy kamu felvétel, viszont azt nem tudom, hogy mi lehet ott a képen. Lehet, hogy szellem. Bármi. Nem tudom, írjátok le a kommentbe, hogy ti mit gondoltok. Fingom nincs, mi lehet az. Kuito? Tehát azt gondolta utólag, hogy egy Kuitót vett föl, és ez egy Kuito? Itt vagyunk. Ez lenne az. Ezek lennének a Kuitók. Ez egy ilyen creepypasta-szerűség? Hát, nincs róla sok kép, ennyi van összvisz. Hát érdekes, bármi, nem tudom mi lehetett, bármi lehetett ez. Na, a következő felvételről azt kell tudni, hogy van egy nő, akinek van két kutyája, akiket úgy kezel, mint a saját gyerekük lenne, és egyszer magukra hagyta őt, és egy ilyen fedélzeti kamera, vagy nem fedélzeti kamera, egy ilyen biztonsági kamera ezt rögzítette. Nem tudom mi ez. Mi történik? Ezt a kutyát kell nézni. Hazajöttem egy filmről, gondolom moziba volt, és ezt találtam a felvételeken. Valami meg
lökte a kutyámat. Tehát ezt a kutyát kell figyelni. Lát valamit. Micsoda? És utána meg is ijed a kutya. Ez egy szekrény? Nem tudom, ebben a szekrényben nem hiszem, hogy oda bárki is beférne. És itt bizonygatja a csaj, hogy ez nem egy szekrény. Ó, ez szimplán csak a fal. És oda van támasztva valami ajtószerűség. Ó, ott vannak felakasztva a kutyájának a cuccai. Tehát itt nincs is szekrény, itt csak a fal van. Hát akkor ide fix, hogy nem fér be senki. Ott valami tényleg meglökte a kutyát. Tehát nézzük vissza. Itt csak a fal van, tehát oda nem férhetett ember, tehát ott valami ténylegesen meglökte a kutyát. És elég nagy erővel. Nézzetek, bám! És a kutya is megijed, ez nincs megjátszó szerintem, ott valami tényleg történt. Fú, ez esküszöm az eddigi leghitelesebb videó, amit láttam. Ez nagyon para. Ötletem sincs, itt én tényleg azt gondolom, hogy itt valami természet feletti dolog történt. Kíváncsi vagyok a véleményetekre. Igen, néhány napja a kutyám nagyon furán viselkedik, nem akar bemenni az ágyába, és nagyon fél, néha is elkezd remegni, szóval ma este eldöntöttem, hogy fel fogom ezt venni, és ezt sikerült rögzítenem. Na mit? Tehát látszik, hogy szegény kutya fél, meg remeg. És nem mer oda menni. Én nem láttam semmit. Ti láttatok valamit? Mert most volt egy hang. Nem mer oda menni az ágyához, remeg. Fú. Nem néz ki túl jól ez a kis folyosó. Mindig nem látok semmit. Ott egy arc! Anyát! Úristen, milyen libabőrös lettem. Ezeket nem szeretem, amikor csomó ideig mutatnak valamit, elsőre nem látod, és egyszer csak kirajzolódik. Úristen! Remélem látta mindenki, amikor elsötétedett a kép. Nézzétek ott! Nem tudom, mennyire látszik. És ott, amikor elsötétedik, akkor lehet leginkább látni. Itt. Ott egy szem. Ott egy szem, ott az orra, ott a szája. Hogyha nem látjátok, akkor húzzátok feljebb a fényerőt. Telefonatokon vagy... Ha gépen nézitek, akkor nem tudom. Itt látszik ezen a képen talán. Nekem az volt fura, hogy nézzétek. Ott így lentről indul, megy felfele, felfele, felfele. És ott megáll, ahol ott az arc. Ő ott megáll a kamerával. Lehet, hogy ő is látta. Aztán oda zoomol. Hát, az nagyon 50-50, hogy most valós-e vagy se. De én inkább afele hajlok, hogy bár nem tudom, a kutya az nem játsza meg. A kutyát nem lehet nagyon rávenni ilyenekre, hogy játsz meg azt, hogy félsz. Az is lehet, hogy csak ott kirajzolódik valami, ami úgy néz ki, mint egy arc, de valójában nincs ott senki, csak tudom én, ott a sötétben van valami olyan dolog, ami kirajzolódott úgy, mintha egy arc lenne. Sőt, szerintem inkább ez. De hogy ez nincs megjátszva, ez a felvétel, szerintem, hanem a kutya ott valamitől fél, amit nem tudunk, hogy miért, de biztos, hogy nem ettől. Mert az szerintem nincs ott. Az csak ott az emberi agy szüleménye, hogy ott egy arc van, de szerintem ott nincs arc. Ez egy kép, amit az anyukánk lőtt, miközben egy kiránduláson voltunk Costa Ricába 2017-ben, később ezen az utazáson, később visszanéztem a képeket, és az egyiknél nagyon megijedtem, attól, amit látott. Nem emlékszem, hogy láttam volna ezt a bal sarokba a képen. Nagyon féltem az egész utazás során. Ezután a dolog után. Nézzük a képet. Bal sarok. Bal sarokban nem látok semmit. Most már látom. Jobb sarok. Nem bal. Ez lenne az a kép. Ott egy szép vulkán amúgy. De én erre a képre, én erre azt mondom, hogy kamu. Tipikusan
tipikusan oda van photoshoppolva egy hosszú hajú, fehér köpenyes lány, ami minden filmben ott van. Ez szerintem kamu. Bár elég jól oda van szerkesztve, de hát én nem tudom, ilyen fura. Fura az biztos, de szerintem ez kamu. Ez egy utólag megszerkesztett kép. Na, én nagyon szépen meg szeretném köszönni mindenkinek a figyelmet. Ha tetszett, akkor azt jelezzétek egy lájkkal, és csapassatok egy feliratkozást. Írjátok le kommentbe a véleményeteket az adott videókról vagy képről. Én el szoktam ezeket általában olvasni. A következő részben pedig találkozunk, addig is jók lehetek. Sziasztok!